Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Ez általában nem szokott bántó lenni az emberek számára. Nem nagyon emlékszem olyan lehetőségre, vagy olyan esetre inkább. Tehát olyan esetre nem nagyon emlékszem, amikor vissza kellett valakivel magázodni. Jó, tehát szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagy elégedett jelenlegi világunkkal? Semennyire? Az elég negatív válasz. Nem? Ha jobban megnézzük. De azért legalább egy kicsit legyünk elégedettek vele. Nagyon meg vagyunk elégedetlenkedve. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol hát lehetne sokkal jobb is, nem? Tehát azt nem tudják az emberek, hogy itt volt egy, mármint a fiatalok nem tudják. Azért jó, ha hallják, hogy itt volt egy, ugye mondjuk az elmúlt 120 évben, de elmondhatjuk azt is, hogy mondjuk az elmúlt 500 évben, vagy 600 évben. Mikor volt a leg, ugye ilyen nyugisabb, legjobb élet, mikor az emberek mondjuk a legjobb hangulatban voltak? Hát a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele, még talán a 80-as évek második fele is. Talán még ide tartozott, de inkább a 80-as évek első fele. Tehát az azt jelenti, hogy ugye a második világháborút követően ugye lett egy hangulatjavulás, és akkor onnantól van egy hangulatromlás. És hát ez a hangulatromlás, ugye ez következményekkel jár. Olyan következményekkel, hogy egy rossz hangulatú ember az, hát az gyakorlatilag úgy működik, minthogyha nem tudna gondolkodni. És hogyha valakinek tartósan rossz a hangulata, akkor tartósan úgy működik, hogy mintha nem tudna gondolkodni. És akkor ez mit jelent, hogy milyen hangulattól? Ugye az embernek van egy érzelmi hangulata, ami az érzelmekhez kapcsolódik, és akkor ezt valaki skálába foglalta, és ez a skála, ez teljesen jól működik. És amikor egy jó hangulatú emberről beszélünk, akkor az mondjuk feldobott, az egy nagyon jó hangulat. Annál van persze jobb is. Tehát már az alatt van a lelkesedés, ugye az alatt van a érdeklődés, illetve a jókedv van az alatt az érdeklődés, az alatt ilyen unalom, az alatt ugye az ellenségesség, az alatt a harag, és most csak a legfontosabb hangulatokról beszélek, az alatt van a félelem, és ez egyre rosszabb és rosszabb hangulatról beszélek, az alatt van a bánat, az alatt az apátia, és az alatt pedig a halál. Az azt jelenti, hogy szó szerint az illető test az elmúlik, meghal. Szóval a lényeg az, hogy ez az érzelem, ez úgy működik, hogy nem csak a hangulatunk működik így, hanem a találkozásaink és így működnek, ami azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk, van-e az ember egy mondjuk egy általános hangulatban, és mondjuk találkozik egy olyan eseménnyel, történéssel, vagy éppen egy emberrel, amelynek ugye örömet okoz számára, akkor az illetőnek ideglenesen felmegy a hangulata. Attól függ, hogy milyen mélyről emelkedik föl, attól függően emelkedik föl az ő hangulata is. Ami azt jelenti, hogy mondjuk
ha egy ember mondjuk átlagosan a unalom szintjén van, vagy a körül, és mondjuk éri egy jó hír, vagy találkozik egy olyan emberrel, akit nagyon szeret, és már rég nem találkozott vele, és örül, akkor akár jó kedv szintjére is abból föl tud menni, úgy viszonylag hamar. De természetesen ez fordítva is működik, hogyha az ember mondjuk unalom szintjén van, és éri valami negatív dolog, vagy éppen valaki olyat csinál neki, ami rossz hangulatot idéz számára elő, akkor az illető ebben az érzelmi hangulatban lejjebb megy, és akkor már nem unalom szintjén lesz, hanem ellenséges lesz, vagy esetleg haragos lesz, vagy még lejjebb megy mondjuk. Félelem szintjére süllyed, vagy akár még lejjebb, bánat szintjére süllyed. Tehát az ember így mozog ezen az érzelmi skálán, és ez úgy működik, hogy gondoljátok végig, hogy az általános hangulat, az a félelem, és a félelem fölött van egy picivel, de a harag alatt van egy picivel. Ami azt jelenti, hogy, nem, hogy az emberek, ez az olyan hangulat, ez az, hogy is hívják? Nem együttérzés hiánya, mi ennek a neve? Empatia. Nem. Az 1,2, az micsoda? Meg tudjátok miért? Részvétlenség, így van. Ez a részvétlenség, most nem jutott eszembe a szó, ez a részvétlenség szintje. Tehát ez a társadalom. A társadalom a részvétlenség szintjén van. Képzeljétek el. Az azt jelenti, hogy a társadalom egy része el fölött van, a társadalom egy része ez alatt van, és akkor egyesek ugye itt a részvétlenség szintjén vannak. Tehát most gondold végig, ezen a részvétlenség szintjén fölött van a harag, a fölött van az ellenségesség, és akkor a fölött van, tehát ez mind negatív hangulat. Ez mind negatív hangulat. Az azt jelenti, hogy az ember hangulatának a nagyobbik része az negatív. Tehát a gondolatainak a működésének negatív. Tehát ez úgy működik, hogy ha egy embernek mondjuk a gondolkodásának, a gondolatainak a fele pozitív, fele negatív, mondjuk napi szinten, akkor ő az olyan unalom szintjén van. Ha mondjuk a gondolkodásának, gondolatainak a többsége az mondjuk már pozitív, tehát optimista, pozitív, nem pessimista, negatív, hanem optimista, akkor mondjuk az illető már az érdeklődés szintjén van. Ha mondjuk a gondolatainknak nagyon nagy része negatív, pessimista, akkor az illető az mondjuk ellenséges, vagy haragos, attól függ. Tehát ez úgy működik, hogy mondjuk egy apatikus embernek, apátia szintén lévő embernek egyetlen egy pozitív gondolata sincs. Oké? Mondjuk egy nagyon jó hangulatú embernek, amelyik a létderűs nyugalma szintjén van, annak egyetlen egy negatív gondolata sincs. Nem tudom, világos-e. És eközt, hogy a skálán úgy helyezkednek el a hangulatok, és ezáltal ugye az emberek hangulat is úgy helyezkedik el, attól függően, hogy hány százaléka a gondolatainak negatív vagy pozitív. Na most ez úgy működik, hogyha a gondolataink többsége pozitív, akkor képesek vagyunk a gondolkodásra. Minél nagyobb többsége pozitív, annál inkább képesek vagyunk a gondolkodásra. Minél inkább valakinek a gondolatai negatívak, annál, tehát százalékosan, annál, tehát a gondolatainak a többsége negatív, akkor minél nagyobb mértékben negatív, annál inkább képtelenebb a gondolkodásra. És az ember csak akkor képes a gondolkodásra, ha pozitív gondolatai vannak. Ha nincsenek pozitív gondolatai, akkor nem képes a gondolkodásra.
Oké? Tehát bármivel kapcsolatban, bárkivel kapcsolatban, mondjuk bármivel történés, esemény, egy tárgyal kapcsolatban, vagy egy személy, ugye az a bárkivel kapcsolatban negatív gondolatait támadnak, akkor képtelen vagy a gondolkodásra. És ma egy olyan társadalomban vagyunk, ahol ugye 80-as évektől szépen csökken az emberek átlagos hangulata. Ez azt jelenti, hogy a generációknak a hangulata is csökken. Tehát a fiatal generációnak a hangulata is csökken, a középkorú generációnak, az időskorú generációnak is mind szépen fokozatosan csökkent a hangulata. És azt mondja, 2020-tól meg hirtelen lett egy óriási hangulatromlás, és ez érzékelhető, tehát ebben a három évben, amióta ugye elindult a Covid baromság, azóta ugye egy óriási csökkenés volt, körülbelül akkora csökkenés, mint előtte 15 éven keresztül, érted? Tehát három év alatt körülbelül akkora csökkenés lett, mint előtte 15 éven keresztül. És ennek következménye az, hogy az emberek jó része lejjebb csúszott hangulatban, tehát amennyi a pozitív gondolkodása, amikor pozitívan gondolkodik, akkor képes a gondolkodásra. Amikor negatívan gondolkodik, akkor képtelen a gondolkodásra is. Minden ember így működik. Tehát minden ember így működik. Az azt jelenti, hogy bármivel, bárkivel szemben, még egyszer mondom, negatív a gondolatod, akkor felejtsd el a gondolkodást. Jó? Felejtsd el. Tehát az ember nem csak a hangulati szempontból érzelmileg viszonyul ugye az élethez, hanem avval a szempontból is, hogy hogyan érzékelsz, hogyan tekintesz egy eseményre, egy történésre, hogyan tekintesz egy személyre, érted? Vagy a személynek a cselekvésére hogyan tekintesz. És az ugye avval kapcsolatosan is neked van egy érzelme. Oké? Okay? És az elhelyezhető az az érzelem, az érzelmi skálán. Tehát mondjuk, mit tudom én, mondjuk valaki unalom szintjén van, ha már erről beszéltünk, az már ugye a legtöbb emberhez képest egy jó hangulat. Főleg itt a nyugati társadalomban. És mondjuk unalom szintje, ez az általános hangulata. Mert ugye az embernek van általános hangulata, van eseti hangulata, van szociális hangulat, ez a neveltetésből származó hangulat. És az azt jelenti, hogy mondjuk unalom szintje van általános hangulaton, találkozik valakivel, és az eseti hangulata az mondjuk följebb megy, mert örömöt okoz a találkozás. Vagy találkozik egy másik személlyel, ott mondjuk a hangulata, az eseti hangulata lejjebb megy, mert mondjuk olyan személlyel találkozott, akit nem igazán szeret, meg nem is szívesen találkozik vele. De ugyanígy van az ember az eseményekkel. Érted? Tehát, mit tudom, ér egy probléma, és annak a problémával kapcsolatosan lesz egy érzelme. Nyilván a probléma az nem pozitív, hanem negatív, ugye a legtöbb embernél. Ezáltal ugye mi lesz? Hát hangulatromlást idéz elő. És addig, míg a hangulatromlás tart, addig felejtsd el, ahogy tudsz gondolkodni. Hiába vagy értelmes ember, te azt hiszed, hogy gondolkodsz. Nagy tévedésben élsz. Az azt jelenti, hogy az ösztöneid működnek. Oké? Okay. Az emberek azt gondolják, hogy az ösztöneinken keresztül gondolkodunk. Hát óriási tévedésben vannak. Az ösztöneink az úgy működnek, mint az állatoknál. Az azt jelenti, hogy az állatok sem gondolkodnak, hanem ösztönösen működnek. Tehát mikor az ösztöneink működnek, akkor felejtsd el, hogy képes vagy a gondolkodásra. Vagy ösztönből működsz, vagy gondolkodsz. Nincs más variáció. És ha az ember
nem képes ezeken a dolgokon, hogy is mondjam, uralkodni, ezeken a tulajdonságokon nem képes uralkodni, akkor igen, igen nehézé válik a saját élete. Igen, igen nehézé. Ami azt jelenti, hogy ha te bármikor rossz hangulatúvá válsz, egy kicsit is, akkor elveszted a kontrollt a saját életed felett. És mivel nem lesz kontroll abban az időben a saját életed felett, ezért nem te irányítod akkor a saját életedet tudatosan. Oké? Hanem gyakorlatilag kiszolgáltatottá válsz a sorsodnak. Tehát kiszolgáltatottja leszel a saját sorsodnak. Nem tudom, elég világos voltam. Az azt jelenti, hogy ma a társadalom nagyon nagy része az így él. A saját sorsának a kiszolgáltatottja. Érted? És nem ő irányítja a saját életét. Akkor tudja az ember saját életét irányítani, ha jó hangulatú. Világos, tehát te negatívan irányíthatod a saját életedet, a saját negatív gondolataiddal. Semmi gond nincs ezzel. Csak akkor ne csodálkozz, hogy mindenféle probléma ér, és szenvedni fogsz a saját életedben. Hát ha neked az az életcélod, hogy minél többet szenvedj a saját életedben, akkor utcú neki, hajrá, csináld azt, amit eddig. Oké? Tehát nem tudom, észrevetted-e, hogy nem csökkentek a problémák általánosan az embereknél, hanem nőttek. Tehát ha megnézed, mit tudom, idősebb lettél 5 évvel, és nem kevesebb problémád van, hanem több. Észrevetted? Tehát az embernek, ahogy idősödik, nem több problémájának kellene lenni, hanem kevesebbnek. Miért? Mert bölcsebbé kellene válni. És az ember bölcsebb, akkor a problémáit tudja kezelni, illetve meg tudja előzni. Érted? És a legtöbb embernél, a nagyon nagy többségnél, ez nem így van. Ez úgy van, hogyha megnézed, látni az embereken, hogy több problémájuk van. Rájuk nézel, és látod, hogy több problémájuk van. Érted? Ami azt jelenti, hogy rosszabb állapotban vannak. Az embert, tudod, mi viszi egy rosszabb érzelmi állapotba? A problémák. És minél több problémája van valakinek, annál rosszabb érzelmi állapotban viszi. Oké? Tehát annál rosszabb hangulatú lesz. És ez tökéletesen megfigyelhető az embereken, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban vannak. Sőt, mondhatni azt, hogy mondjuk itt 2024-ben rosszabb hangulatban vannak az emberek, mint mondjuk 2021-ben voltak a Covid alatt. Érted? Rosszabb hangulatban vannak. És miért van ez? Hát mert elérik az embereknél, hogy ez így legyen. Miért? Mert az embereket le akarják húzni olyan hangulati szintre, hogy úgy működjenek, hogy azt csináljanak velük, amit akarnak. Érted? Szó szerint. Tehát még egyszer mondom, akik nehezebben fogták ezt föl. Tehát az embereket le akarják húzni egy olyan rossz hangulatra, hogy azt csináljanak velük, amit akarnak. És ez, tudod, melyik hangulati szint? Van egy pár, például ilyen az apátia, ilyen a bánat, és ilyen a félelem. Oké? De mi a gond mondjuk az apátiával? Az, hogy totál inaktív az illető. Egy apátiában lévő
ember ül magába roskadva, és bámul üveges tekintettel maga elé a földre. Érted? És hozzászólsz, és nem válaszol. És itt a megbököd, és nem válaszol. Ez az apátia. Egy totál életképtelen működés. Érted? Nem akarják, hogy a társadalom milyen működésű legyen. Mert hát gondold végig, mit kezdenek ezek az emberekkel? Semmit nem tudnak kezdeni. Nem jó robotnak, ilyen biorobotnak, nem jó. Oké? Az arra jó, hogy fődobja a talpát. Oké? Otthon a bánat, depresszió, ha jobban tetszik. Oké? Az sem igazán jó, mert az is egy olyan hangulat, hogy az illetőnek mondasz valamit, és elsírja magát. Érted? És ebből a sírásból kijön, és megint mondasz neki valamit, és megint elsírja magát. És ha megnézed, ez is egy olyan hangulati szint, ami, ahol az illető képtelen igazából a cselekvésre, már annyira képes talán, olyan szinten képes a cselekvésre, hogyha mondjuk pisilnie, vagy kakilnia kell, akkor kimegy a mosdóba. Érted? Mert az apatikus már erre se képes. Arra se képes. Ezért van az, hogy az idős embereknél fogod és tisztába teszed. Mert már arra se képes, hogy kimenjen a mosdóba. Érted? Szóval, lényeg az, hogy az sem igazán jó, hogyha az emberek depressziósok. Mert nem lehet azokkal se semmit se kezdeni. Mert inaktív. Az ideális ember a szolgaságra az a félelemben lévő. Oké? És ha megnézed, ez az elmúlt 3 év erről szólt, hogy félelembe taszítson téged. Érted? Erről szólt, ha nem látnád át. Vagy ha esetleg téged még nem sikerült kellőképpen félelembe taszítani, akkor másokat félelembe taszítsanak. És ez az a szint, ahol azt lehet csinálni az emberekkel, amit akarnak. Ugyanis még ez egy aktív szint. Hát a félelemben lévő ember az még aktív. Hát gondold végig, mennyire aktív egy pánikoló. De mennyire tudatos egy pánikoló ember. Hát pánikjában képes összetaposni a kollégáját, aki éppen elhasalt. Hát emlékezd a West-Balkán ügyre a nyugatinál, annak idején, mikor tűz ütött ki. Érted? És sokan meghaltak. Nem a tűztől, nem a füsttől, hanem hogy összenyomták, meg összetaposták egymást. Érted? Hát a félelem és a pánik, az közvetlen szoros összefüggésben van egymással, érted? Tehát félelembe rögtön tud egy ember pánikolni bármikor. És ez az aktív szint, ahol gondolkodás nulla, tökéletes biorobot. Oké? Illetve ennek a hangulatnak a környéke. Tökéletes biorobot. Ezen a szinten már úgy működik az ember, hogy meg kell neki mondani teljes egészében, hogy mit csináljon, mármint úgy értve, hogy csak annak alapján tud működni, hogyha megmondják, hogy mit csináljon. Nem túl aktív, de annyira aktív, hogy biorobotnak alkalmazható. Oké. Nem fog hőzöngeni, nem fog tüntetni, nem fog törni, zúzni, mert ezen a hangulaton már az emberek nem így működnek. Hát megnézed, mit csinál egy félelemben lévő ember? Menekül. Oké? Menekül. Tehát az nem
tüntet, megy előre, nem megy, lövöldöz, támad, nincs ilyen, érted? És tudatosan levitték, levitték a társadalmat erre a szintre, ahol már tudták levinni, ahol meg nem tudták még levinni, erre törekednek. És ehhez asszisztálnak az országok vezetői. Oké? Okay. Tehát gondold végig, hát megmagyarázták nekik, hát úgy könnyebb lesz bánni az emberekkel. Mert akkor nem fognak lázadozni. Mert a lázadozás az vagy harag, vagy a fölött az ellenségesség, vagy valami a közt. Oké? Okay. Hát az nem jó, mert az még túl aktív szint. És akkor esetleg megtámadhatják őket, érted? A haragosak főleg. Tehát ezért az ideális szint a társadalom számára szerintük a félelemben lévő ember. A félelemben lévő ember rávehető így arra, hogy a biztonsága érdekében teljes egészében lemondjon a szabadságáról. Nem az a szabadság, hogy hány nap szabadságot kapsz a munkahelyeden. Nem az a szabadság. Jó, nem arra gondoltam. Hanem arra gondoltam, hogy mindenbe belemegy, minden kontrollba belemegy. Érted? Tehát olyan kontrollba is, amire azt mondaná az ember, hogy ez az én magánügyem, vagy személyiségi jogom. Tehát ami a félelemben lévő emberek nem igénylik a személyiségi jogokat, a jog, nem igénylik a személyiségi jogukat. Érted? Nem igénylik. A biztonságuk érdekében. Nem igénylik. Érted? Tehát a világon megnézed, az összes diktatúra a félelemre építkezett. Mind egytől egyig. Beleértve bármelyiket, érted? Mindet a félelemre építkezett. Tehát, hogy féljenek az emberek, ezért ugye fenntartják a félelmet, fenntartották a félelmet. Jó, és elérik, hogy az emberek féljenek, kitalálnak dolgokat, hogy az emberek féljenek. Oké? Okay. Kitalálják azt, hogy ha Ukrajna megnyeri a háborút, akkor megtámadja az Európai Uniót, meg a NATO-t. Ezt a barmot, aki ezt a hülyeséget kitalálta, érted? Vagy azokat a barmokat, akik ezt kitalálták, és azokat a barmokat is, akik ezt elhiszik. Érted? Hát az azt jelenti, hogy gondolkodásuk, agyuk, az nulla. Érted? Nulla. Vagy direkt csinálják, hogy ijeszgessék az embereket. Tehát van eszük, hogy ijeszgessék az embereket, hogy az emberek féljenek. Az oroszoknak semmilyen érdekük nincs abba, hogy megtámadják az Európai Uniót, vagy megtámadják a NATO-t. Érted? Semmi. Tehát azt bárki úgy gondolja, hogy ez valóság lehet, az óriási tévedésben van. Bárki azt gondolja, hogy félni kell attól, hogy az oroszok majd megtámadnak minket, én arra azt tudom mondani, hogy olyan hülye vagy, mint a seg. Ha tetszik, hanem ha nem tetszett az eddig, amit mondtam, kapcsolt ki az előadást. Hát ennyi. Jó? Nem is szeretnénk, hogy tovább hallgass. Mert ilyen hülyékkel nem állunk szóba. Oké. Okay. Szóval, gondold végig. Tehát hihetetlen, hogy mi folyik. Hihetetlen. És emberek mindent elhisznek, ha kellőképpen a média nyomja, érted? És elhiszik. Hát gondolkodj! Mindenkinek azért van az agya, érted? Inkább
azt mondanám, hogy azért van a fejed, mert ugye van agy, de azért van a fejed, nem azért, hogy letakard. Érted? Nem azért van a fejed. Hanem azért van a fejed, hogy gondolkodjál. Ha már a nemi szerveddel nem tudsz gondolkodni, akkor legalább a fejeddel gondolkodj. Mert ugye a nemi szerved nem is arra való, hogy gondolkodj. Valahogy nem úgy tervezték, hogy a nemi szervünkhöz kapcsolódna az agyunk. Érted? Hát az olyan csökkent agyú az is. Ha képzeld el, azon kis helyen elfér az agy, mi? Szóval, hát akkor annak jó kicsi agya van, tudod? Szóval egy érdekes világban élünk, de át kellene látni, hogy ne hagyd magadat, érted? És nyilván, hogyha együtt vagyunk, akkor jobban átlátjuk a dolgokat, mint ha külön-külön vagyunk, érted? Sokkal jobban. És sokkal jobb, hogyha ugye egymást erősítjük, mint hogy az ember ott van a nagy világban, és hülyítik őt. Lehet, hogy nem csak a média, hanem még a szomszéd is. Vagy éppen a párja, érted? Vagy az édesanyja, vagy a gyereke. Hülyíti, érted? Azokkal a dolgokkal, amit ő hall. Egy ilyen világban élünk. Tehát itt a legnagyobb probléma nem az, hogy tele vagyunk problémával, hanem hogy mi emberek a saját butaságunkon keresztül gerjesztjük a problémát. Érted? Na ez a legnagyobb probléma. Hogy az elbutulásunk révén gerjesztjük a problémát. Tehát nem kellene okosodnunk, eszesednünk. Az a jó, ami van a mondásban, hogy tudjátok, hogy hogy is van, mikor gyenge elméjükre vonatkoznak. Ja, hogy gazdagok a lelki szegények. Hát a jó édes anyjukat, aki ezt kitalált, ezt a mondást, érted, Anna? Szóval, nézzük meg, mit is csinálunk. Mi eszesebbé tesszük az embereket. Ez a dolgunk, hogy tanítsuk az embereket. Érted? Hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésért. Mert a tanulásból, a tudásból tudunk fejlődni. A butulásból, elhűlésből nincs fejlődés, drága hölgyeim és uraim. Nincs. Az eszesedésből, az okosodásból van fejlődés. Tehát rendszeresen tartunk minden szerdán és vasárnap ember és életjobbító coachképzéseket. Az azt jelenti, hogy szerdánként 18 órától 21-15-ig, vasárnaponként pedig délután 8:30-9-ig, este 8:30-ig. Ez a hivatalos rész. Utána pedig ilyen klubszerű foglalkozásunk van, ami azt jelenti, hogy lehet kérdezni. Jó, és még válaszolok. Tehát nem csak ugye az a lényeg, hogy lehet kérdezni, hanem az a lényeg is, hogy az emberek választ kapjanak. És hát rendszeres képzésünk van, ami ugye hallottátok az elején két részből áll. Van egy díjmentes része, az a nagy közönség számára. És van egy nem díjmentes része. De ezek a képzések ember és életjobbító képzések. Ember és élet ismeretre vonatkoznak. És ezek egyedülálló képzések bolygó szinten. Tehát ilyen képzéseket ilyen összeállításban soha nem fog sehol találkozni, mert ezeket én állítottam össze. Oké? És miért én állítottam össze? 87-ben kezdtem el az emberekkel foglalkozni.
91-től van saját szervezésű csapatom folyamatosan. Több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget, több tízezer ember pedig személyes kapcsolat révén találkozott velem, illetve találkoztam velük. Az azt jelenti, hogy több tízezer olyan emberünk volt, aki igénybe is úgy vette a képzéseinket már, hogy javult az élete tőle. Tehát mit nyújtunk még? Eltitkolt tudásokat is nyújtunk. Olyan eltitkolt tudásokat, ami ahhoz kapcsolódik mondjuk, hogy te hogyan működsz, mások hogyan működnek, hogyan működik az élet, hogyan működik az ember, stb. Stb. Adunk gyakorlási lehetőségeket az embereknek. Adunk csapatépítési lehetőséget az embereknek, hogy saját csapatuk legyen, nekik is, ugyanúgy, mint nekem. Miért kell a saját csapat? Mert a saját csapat miatt az ember nem állhat meg a fejlődésben. Tehát ha az ember azt akarja, hogy növekedjen, tehát hogy fejlődjön folyamatosan, akkor kell egy növekvő csapat. Tehát a növekvő csapat az igényli a te, tehát a növekvő csapatod az igényli a te saját személyes fejlődésedet. Világos ez? Ha megáll a csapat, megáll a növekedés, akkor azoknak elég az, amiben te fejlődtél. De ha te tovább fejlődsz, akkor tovább növekszik a csapat. Oké? Okay? És általában ez úgy működik, hogy akkora a csapatod, ahol a fejlődésben tartasz. Ez nagyon durva, de ez van. Oké? Okay? És ezt tudjátok, mikor tanították nekem? 91-ben már tanították. 91-ben. És azóta ezt semmi nem cáfolta meg. Oké? Okay? Én az életemben több millió forintot költöttem a saját képzésemre. Oké? Okay? Nem a gyerekkorról beszélek, hanem 91-től. És hozzásegítjük a tanuló partnereinket ilyen alap dolgokhoz. Mi az alap dolog? Hát szerinted nem alap dolog a szeretet? Tehát, hogy az emberek szeressék egymást. Nem alap dolog az, hogy egészségesen éljen egy ember? Nem alap dolog az, hogy egy ember, ha úgy működik, ahogy kell, akkor kapjon abba elismerést? Vagy nem alap dolog, hogy az ember képes legyen másoknak elismerést adni, hogyha az a másik személy megérdemli. Ezek nem alap dolgok. Vagy nem lenne alap dolog az, hogy az ember szabad legyen. Tehát szabad. Tehát az nem szabadság, hogy oda vagy kötve a munkádhoz, vagy a munkahelyedhez. Az nem szabadság. Érted? Hanem az a szabadság, amikor te szabadon rendelkezel az időddel. Érted? Mondom még egyszer, nagyon leegyszerűsítve a szabadságot. Amikor te az időddel szabadon rendelkezel. És nem rendelkezik senki se a te időddel. Te vállalkozók jó része nem szabad, mert nem rendelkezik a saját idejével. Alkalmazottakról nem is beszélve, azok meg aztán végképp nem, mert nem rendelkeznek a saját idejükkel. De azt mondják, hogy rendelkeznek, mert a szabad időben azt csinálnak, amit akarnak. De én onnantól mondom, hogy 24 óra egy nap. Hogy akkor szabad egy ember, hogyha 24 órájával mindig ő rendelkezik. Nem tudom, elég világos voltam.
És ha egy hét 168 óra, akkor az 168 órával ő rendelkezik. Ha egy év 168x52, most nem tudom hány óra, akkor az összes órával ő rendelkezik. Na, az a szabad ember. Nem tudom, világos-e. Most gondold végig, neked melyik a jobb? Hogy te alkalmazkodsz más idejéhez, vagy esetleg más alkalmazkodna a te idődhöz. Melyik lenne jobb? Gondold végig, melyik lenne jobb? És miért nem tevékenykedsz olyan tevékenységben, ahol te rendelkezhetnél majd a jövőben a teljes időddel? És nem a szabad időddel rendelkeznél, hanem a teljes időddel. Ha éppen úgy tartja kedved, akkor éjszaka alsz, vagy éjszaka csinálsz valamit, nappal alszol. Érted? Ha éppen úgy van kedved, próbáld meg ezt csinálni a munkahelyedet. Be kell menni, és akkor szunyálsz, mert éjszaka bulisztál mondjuk. Oké? Okay? Tehát a szabadság azt jelenti, hogy a teljes időddel minden nap te rendelkezel. Világos voltam? És nem olyan sok dolog van a világon, ahol ezt meg tudod csinálni. De ezt is adjuk lehetőségként az embereknek, érted? Ez egy lehetőség. De ez nem úgy van, hogy na, befizetek első havi tandíjat, vagy másodikat, vagy harmadikat, na és akkor már szabad is leszek. Nem. Ez bőven kevés. Tenni is kell ezért. Ezt úgy hívják, hogy csapatépítés. Oké? Úgy hívják, hogy csapatépítő. Ez egy foglalkozás. Az egy szakma, érted? A coach is egy szakma. Az egy másik szakma. Az egy ember és életjobbító szakma. Itt van a coach szó. Azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Egyébként a szószoros értelmében azt jelenti, hogy edző. Az edző kihozza az egyénből a legjobbat és a legtöbbet. Ez a dolga az edzőnek. Oké? Okay? Mi hol hozzuk ki az emberekből a legjobbat és a legtöbbet? Amiben kérik. Nyilván nem a sport. Abban menjen egy sportedzőhöz. Hanem azokon a területeken, amit mutatok, jó? Itt van 10 életterület. Ezeken a területeken. Hogy ezeken az illető boldoguljon, tehát ha elakad ezeken a területeken, ott vagyunk mi, és segítünk. Na, ez a coach dolga. De te tudod, milyen coachokat fogsz találni a világban? Akik ezek közül egy területhez értenek. Max 2-3. De olyat csak a PPA-soknál találsz, a PPA-sok között találsz, amely mind a 10 területre tud tanácsokat adni, tehát tud coachingolni. Oké? Okay? A coaching azt jelenti, hogy az edző ki is hozza a legjobbat és a legtöbbet abból a szeméből. Érthető ez? Ezt jelenti. És sehol nincs olyan rajtunk kívül, ahol erre a 10 területre adnának olyan tudást, hogy képes legyél ezeken a területeken segíteni magadon és másokon. Oké? Okay? És akkor menjünk ide vissza, hogy mit is csinálunk, hogy tiszta és világos legyen. Tehát rendszeresen nyújtjuk a tudásokat. Rendszeresen. És hát van még egy dolog, itt a szereteten kívül nem kellene anyagilag függetlenné válnod. Hm? Nem kellene?
Tehát jó ez az anyagi függőség? Jó az, hogy azt mondod, hogy ezt meg kellene venni. Á, de még nem tudom megvenni. Nem tudom, nem is tudom, mikor lesz rá annyi pénzem, hogy megvegyem. Ez jó? Vagy el kellene oda menni, mondjuk, mit tudom, akárhova. Á, de nem tudom, mikor lesz annyi pénzem, hogy ezt megtehessem. Ez nem anyagi függetlenség. Az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy ha te meg akarsz valamit venni, akkor megteszed. Ha valahol el akarsz jutni, és az pénzbe kerül, akkor elmész oda, mert van elég. Érted? Ez jelenti az anyagi függetlenség. Nem ez lenne a normális élet? Hm? Tehát nem ez az öt nagyon fontos dolog ott kellene legyen az emberek életében? Az, hogy szeretet, egészség, elismerés, szabadság, elég pénz. Nem? Tudod, miért nincs elég pénzed? Mert minden jövedelmedből bizonyos családok a Földön részesednek. Itt például Európában mondjuk a Rothschild család részesedik. Érted? De nem csak a Rothschild család részesedik, közvetlenül nem részesedik a Rothschild család. Úgy részesedik, hogy részesedik az állam befizet pénzeket. Ide-oda, amoda, és ott szépen utána második, harmadik, negyedik csatornán eljut a pénz egy része a Rothschild családhoz. Mondjuk Amerikában a Rockefeller családhoz, mondjuk Oroszországban a Romanov családhoz. Oké. Angliában mondjuk a Windsor családhoz. Oké. A brit birodalomban. Nem csak Angliában, a brit birodalom. Az, ami a angol királyi korona alá tartozik. Az mind, érted? Ugyanez. Franciaországban is eljut, érted? Gondold végig, hogy olyan szerződéseket kötöttek, hogy kivonultak, mint elnyomók, és ugye honnan akiket elfoglaltak, milyen országok, mondjad már. Nem a neveket mondjátok, hogy szokták ezt mondani a szót. Gyarmat, na, nem jutott eszembe a szó. Gyarmattartó országok. A gyarmattartó országok olyan szerződést kötöttek, hogy mit tudom én, hány évtizedig még a nemzeti jövedelmük nem tudom hány százalékát kifizetik a volt gyarmattartóiknak. Tudtad ezt? Például a franciák nagy részben ebből élnek. Nem abból, amit dolgoznak otthon, hanem abból, hogy a volt gyarmataik fizetnek nekik. Ugyanez az angoloknál, érted? Sorba. Az összes ilyen megállapodást kötött az összes gyarma, hogy akkor megyünk ki az országba, hogy aláírjátok, hogy ennyi évtizeden keresztül továbbra is fizetitek a nemzeti jövedelmeteknek, a GDP-teknek, mit tudom, hány százalékát. Érted? Hát ilyen gyönyörű világban élünk. Lásd már át. Lásd már át például olyan dolgokat, hogy azon gondolkodnak, hogy hogy kell, miért engedték, tehát elmondom, miért engedték ezeket a kriptópénzeket. Oké? Okay? A kriptopénzeket miért engedték? Amikor a kriptopénzek bejöttek, már tudtam, hogy ezért engedik. Azért engedték egyébként, mert egy totál törvénytelen dolog lenne. Azért engedték, hogy kipróbálják, hogy ez hogy fog működni, oké? És utána a pénzek helyett bevezethessék. Világos ez? Hogy meg akarják szüntetni a pénzeket, és helyette a kriptovaluta-szerű pénzműködés lenne. Na most nem tudom, figyelitek-e, hogy a kriptovaluták értéke a tőzsdéken sokkal jobban ingadozik, mint bármilyen más terméknek a tőzsdéken. Magyarul a kriptovalutákkal úgy játszanak, ahogy akarnak. Magyarul, hogyha majd te jövőben
ugye virtuális módon kapsz majd jövedelmet, akkor úgy játszhassanak az értékével, ahogy akarnak. És ebbe a lakosság, ebbe a zsákutcába, ebbe, nem, ez nem zsákutca, ez csőbehúzás. Ebbe a csőbehúzásba szépen tuszkolódik befele. Érted? És akkor beszállnak a nagy nyereség reményében a kriptovalutákba, érted? Jó tesztalanyok lesznek a kriptovalutához azért, hogy utána ezeket bevezethessék. Világos ez? Nem kéne alanyt játszani. Nem az a fontos, hogy neked mennyivel gyarapszik a virtuális vagyonod, vagy akár kézpénzre változtatott vagyonod, értem? Az a lényeg, hogy ezekkel a kísérletekkel tönkre akarják tenni az emberiséget. Ezt át kellene látni, érted? És akkor röhögnek a markukba, hogy ezek a hülye emberek itt a kriptókkal milyen jó példákat csinálnak nekünk. Nem kellett nekünk kitalálni, érted? Ők megcsinálják. És akkor gondold végig, azok, akik nyereséget generálnak a kriptovalutákból, azok lesznek a legnagyobb szószólói, hogy minek a pénz. Érted? Szüntessük meg. Teljesen jó a virtuális pénz, mert a kriptovaluta, azt tudod micsoda? Annak még annyi értéke sincs, mint ennek a tollnak. Érted? Mert nincs mögötte anyag. Csak virtualitás. Tehát semmilyen anyag nincs mögötte. Mitől mi ott van a legismertebb a bitcoin? Egy bitcoin, mit tudom én, 40 ezer, 50 ezer dollár. Egy bitcoin. És egy bitcoin onnan indult, hogy egy dollár. Nem tudom, elég világos-e. Mikor én megismerkedtem, akkor volt vagy 20 dollár a bitcoin. Érted? Most 40 ezer vagy 45 ezer dollár egy bitcoin. És ennyit nem ér egy bitcoin, mint ez a toll. Érted? Mert semmi nincs mögötte, csak tisztán virtualitás. Oké? Okay? És a semmit megveszik az emberek drágábban. És egyre drágábban. Világos ez? És akkor fogják és eladják még drágábban. És mivel van rá vevő, van rá marha, ezért megveszik. Érted? A semmit. Érted? Tehát ott még egy A4-es papíron sincs semmi, tehát még annyi értéke sincs, mint egy A4-es papírnak. Ráadásul még nem is a saját szervereiket használják, hanem az egyének gépeit. Oké, a lakosság gépeit használják. Nincs is saját szerverei, mint mondjuk egy Google-nak vagy egy Facebook-nak, érted? Még annyi sincs. És az emberek ehhez belemennek a vagyonért az etikátlan baromságokba. Úgy megbasznak téged a föntiek, hogy arrukódulsz, érted? Ezekért. Szó szerint. Világos ez? És direkt kimondtam a szót. Hadd rökönyödj meg. Oké? Okay. Jó? Tehát rendszeresen elég tudást kell adni az embereknek. Mi az, hogy elég tudás? Gondold végig, itt van ez a 10 terület. Ha ezt megnézed, ezt a 10 területet, ez a 10 terület, ez teljes egészében lefedi az életedet. Lehet, hogy már nincsenek szüleid, mert idős vagy. Lehet, hogy még nincs párod, mert fiatal vagy. Oké? Okay. De ezek a 10 területek, ez a legtöbb ember életében jelen van. Ha azt gondolod, hogy jó, hát itt a 10. az nekem nincs az életed területén jelen, képzeld el, a bolygó nagy részén az embereknek az életében benne van az Isten.
A bolygó nagy részén. Nem a bolygó nagy része, az emberiség nagy része. Érted? Tehát a nagy része, az emberiség nagyon nagy része, az hisz Istenbe. Körülbelül 1 milliárd ember nem hisz csak. És nem tudom, tudod-e hány milliárd van? Én úgy gondolom, hogy a 7 milliárd az sokkal több, mint az 1 milliárd. És körülbelül 7 milliárd ember hisz Istenbe. És annak könnyebb az élete, aki hisz Istenbe. Úgyhogy nyugodtan ne higgyél benne, nehezítsd az életedet. Oké? Semmi gond nincs ezzel. És ahhoz nem kell vallásosnak lenni, hogy az ember higgyen Istenbe. Mert az Isten az egy létező lény. És az istenek, akik hozzánk képes istenek, létező lények. Sőt, a benned lévő lélek is egy isteni. Oké? Sőt, Isten. A benned lévő lélek egy Isten. Csak nem tudsz róla. Oké? Csak a legfőbb Istenhez képest ilyen kis parányi Isten. De akkor is Isten. Hát mondok egy dolgot, hogy te mennyi tudást képes az, vagy képes az agyaddal befogadni. Na most, a te saját lelked, ami a testedhez képest egy parányi energialény, tudod mire képes? Annak a végtelennel kell szorozni. Annyival több tudásra képes, a tudás befogadására képes. Oké? Tehát, ami azt jelenti, hogy ha leírsz valami olyan számot, hogy 9999999999, na annál több tudásra képes befogadásra a te lelked. És akkor hol képes ehhez az agyad? Mire képes ehhez az agyad? Gondolkozz már el. Tehát akkor van benned egy isteni lény, ha ilyen mértékű tudásra képes? Hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Oké? És az tényleg egy Isten, mert ilyen tudásra képes. Világos ez? Még akkor is, ha egy parányi a testedhez képest. De a testedhez képest egy szuper intelligens energialény. Érted? Egy szuper intelligens energialény. És akkor nem kellene megtanulni ilyen dolgokat úgy, hogy hogyan segítsen mondjuk neked ez a szuper intelligens energialény, ami benned van, vagy hogyan segítsen a teremtőd, vagy hogy működik az élet, ezeken a területeken hogy boldogulj. Nem kellene tudást szerezni. Tök hülyén jó lenni. Tök hülyének jó lenni. Minél jobban elhülyülni, az jó lenni. Én nem gondolom. Nem gondolom. És akkor gondold végig, bemutatom úgy nagyjából. Itt van. Na, már meg is vagyunk. Tehát megyünk itt tovább. Itt vannak. Innentől, hogy vannak fejlesztő coachképzéseink. És van 26 témánk. Például etika. Az előbb beszéltem róla. Ugye, hogy milyen etikátlanok az emberek, példákat hoztam föl ebben a kapcsolatban. Az etikátlanságoknak súlyos következményei vannak. Azt se tudják az emberek, mi az, hogy etikátlanság. Nem is gondolják, hogy a mulasztás az milyen szintű etikátlanság. Nem gondolják. Nálunk ez 4 hónap képzés. Ez az alapok alapja. Ha a bolygó mindenki ennek a 4 hónap tudásnak az alapján élne, akkor ez a bolygón szeretett korszak lenne. Még akkor is, ha semmi más nem tanult meg, csak ezt a 4 hónapot. Érted? De ahhoz kellene azt alkalmazni természetesen. Most, hogy megtanulta és nem alkalmazza, akkor úgy kár bármit is csinálni. Tehát azt alkalmaz, hát az emberek alkalmaznak,
azt a 4 hónapnyi tudást, akkor ezen a bolygón szeretett korszak lenne. Tök jó lenne. Vagy az a rossz, hogy szenvedő korszakban vagyunk? Szenvedő korszak jobb, mint a szeretett korszak. Mind a kettő ezzel kezdődik. Ez jobb lenne a szeretett korszak, nem? Nem gondolunk arra, hogy azért szenvednek emberek, mert megnézed az életét, és rájössz arra, hogy az illető mi olyan dolgokat tett, amit nem kellett volna, vagy mi olyan dolgokat nem tett, amit kellett volna. És rájössz arra, hogy tele van az élete ilyenekkel. És akkor utána már az ember nem csodálkozik, mikor ilyenekre rájön, hogy miért szenved az életében. A nem tudás az soha nem volt mentesítő körülmény. Soha. Világos ez? És nem is lesz soha a nem tudás mentesítő körülmény. Tehát épp itt az ideje, hogy elkezd nálunk a tanulást. Azt mondod, hogy ó, te máshol tanulsz. Hol tanulsz ilyen dolgokra? Egy helyen. Tehát, hogyha most megkeresnéd az összes tanítót a bolygón, akkor sem kapnád meg azt, amit itt kapsz. Tudod miért? Mert ezt én állítottam össze. Oké, okay, azt meg ők állították össze. Külön-külön. Világos ez? Tehát azért gondold végig, van olyan képességem, hogy ide jössz nekem bármilyen tudásoddal, képes vagyok arra, hogy megítéljem, nem ítélem meg, megkapom rá a választ, hogy az valós tudás vagy nem, és beszélsz róla mondjuk 10 mondatot, és utána ki tudom egészíteni mondjuk pár percen belül, sokkal többel, mint akár lehet, hogy több, te amit tudsz abban a kérdésben. És, de ez élet és ember működéséről legyen szó. Tehát nem arról, hogy ez meg az, hogyan működik, érted? Mert az kit érdekel? Engem az érdekel, hogy hogyan működik az ember, meg hogyan működik az élet. Oké, és ez nem nagy képűség, hanem van ilyen képességem. Oké? Tehát most akkor gondold végig, hogy nem egyszerűbb lenne megfizethető áron egy helyen tanulni, mint szanaszét a világban. De te annyira hülye vagy, hogy szanaszét akarsz tanulni a világban, akkor megérdemled. Nem tudok mit mondani. És a gatyádat akarod fizetni a tanulásra, akkor megérdemled. És tudom neked, most nem tetszik, hogy ilyen csúnyán beszélek. De képzeld el, erre ébredtél föl. Ezekre a szavakra ébredtél föl. Addig aludtál, míg nem alkalmaztam ezeket a szavakat. Oké. Okay. Maradjunk ennyiben. Ja. Na, de nem csak ez van. De nézd meg ilyenek, hogy eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomás feloldó, önbizalom teremtő, szeretet teremtő, gyereknevelés, párkapcsolat. Egyébként most itt tartunk a párkapcsolat kocsképzésben, de 1. hónapban vagyunk, be lehet csatlakozni, körforgásos elven működnek a képzések. Utólag meg lehet venni, tehát visszamenőleg meg lehet venni képzéseket, ha bármiről nem lemaradtál volna, nem gond. Egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs kócs, emberi bárásmód, hatékonyság, növekedés. Leszoktatom, mert bizony egyes embereknek le is kellene valamiről szokni. Pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, szervező, marketing, konfliktus felől, de ez 26 téma volt. No? Hát van 26 olyan témánk, ami 2, 3, 4, 5, 6, vagy akár 8 hónapos. Egyet téma. Akkor számolt ki, vajon mennyi lehet összességében. És akkor úgy indultunk, hogy 1,5 évvel kezdtük. A legelső az 1,5 év volt, még azelőtt, mielőtt. Így van, 2010-től. Így van. Így van. Szóval, mennyibe kerül? Gondold végig, ma mennyibe kerülnek a képzések. Ma
mondjuk a felnőtt képzése, vagy akár gyerekek képzése. Ne azt mondd, hogy ott az állam támogatja, akkor nem kerül pénzbe, az államnak kerül pénzbe. Tudod, mennyi egy gyereknek, mennyi volt a 90-es években egy gyereknek a tanulásának az állami támogatás hozzájárulása? A 90-es években. Tudod, mennyi volt? 50 valahány ezer forint. Egy évre. Tehát egy gyerek állami támogatásának a finanszírozása az állam részéről az 50 valahány ezer forint volt a 90-es években. Azért tudom, mert akkor foglalkoztam ilyen dolgokkal. Érted? Akkor szerinted most mennyibe kerül? Akkor az ingyenes? Oszd el, mit tudom én, 9 hónappal, mert kb. Annyit tanulnak. Oké? Okay. Tehát az havonta, már akkor egy gyerek tanítására az állam több mint 10.000 forintot. Nem, csak nem 10.000 forintot adott. Érted? Akkor. Oké? Okay. Havi szinten. Most mennyi lehet? Utána lehet nézni ennek egyébként valahol. Szóval, lényeg az, hogy mennyibe kerül a képzés? Hát mondom, körülnézem, mennyibe kerülnek a képzések, főleg a felnőtt képzések, meg fogsz lepődni. Tehát ha van értelme képzéseknek, mert vannak a nincs értelme képzéseknek, meg a van értelme képzéseknek. Az azt jelenti, a nincs értelme képzéseknek, hogy elment az illető, kifizette a pénzt, de semmi, hát semmi változás, semmi nem történik az életében. Érted? Semmi, ez a nem, nincs értelme képzések. A többsége a képzéseknek ez a nincs értelme kategória, érted? Tehát a fizetős képzéseknek a többsége az a nincs értelme kategória. Úgy is lehetne mondani, hogy nem volt értelme utólag, de ezért nincs értelme. És vannak a van értelme kategória. Na most, ha van értelme kategóriát nézünk, akkor te 5000 forint alatt óránként nem kapsz képzést. Mondom, óránként. Oké? Okay. És akkor meddig megy ez fölfele? Akár 1 millió forintig. Óránként. Oké? Okay. Nem hiszed, járj utána. Na, akkor ehhez képest van egy akciós árunk a számodra. Oké? Okay. Most kezdhetsz úgy, hogy óránként 420 forint lesz a képzésed. Na, az első hónap ettől eltér, akkor 660 forint. Az első hónapban. Az azt jelenti, hogy van 30 óra képzésünk egy hónapban. Első hónap 19.007, második hónaptól 12.500. Ez nem azt jelenti, hogy ameddig itt fogsz tanulni 12.500, mert van, aki már azt mondja, hogy 29. éve tanul itt. 29. éve. Tehát itt nálunk 29 éve van felnőtt oktatás. Világos ez? 29 éve oktatok felnőtteket. Nem 29 éve oktatok felnőtteket, hanem 31 éve oktatok felnőtteket. Oké? Okay? Mondom még egyszer, 31 éve oktatok felnőtteket. És van, aki 29 éve tanul tőlem. És sok olyan van, aki ennél kevesebb természetesen. Jó? És az azt jelenti, hogy nem olyan tanulás, hogy na, iratkozzunk be egy tanfolyamra, na, 2 hét végezzük el, vagy egy hétvége, és fú, hát megváltozik az életünk. Tehát aki azt gondolja, hogy rövid távon meg fog változni az élete, és ő fejlettebb lesz a rövid távú tanulás útján, akkor óriási tévedésben van.
Tehát gondold végig, mit tudom én, mondjuk a betegség kialakulása általában nem ilyen. A legtöbb betegség az hosszú távú kialakulást igényel. Ezért a gyógyulása is, minél hosszabb távon kialakult betegség, annál hosszabban gyógyítható. Oké? Az azt jelenti, hogy mire kigyógyul az ember belőle? Hát az idő. Oké, mondjuk egy olyan betegségből, amiben hosszabb távon esett bele. Tehát hosszabb idő kellett hozzá. Hát neked van egy berögzüléseid az életedben. Vannak szokásaid az életedben. Én még olyat nem láttam, hogy valaki változott volna, számottevően változott volna, hogy bizonyos szokásait nem adott fel. Én még ilyet nem láttam. Ha nincs szokásfeladás, nincs számottevő változás. Ennyi. Ugyanis te, nem tudom, hallottad-e már azt a mondást, hogy a szokásaidnak a rabja vagy. És mindenki a saját szokásainak a rabja. Nem tudom, elég világos voltam-e. És akkor nézd meg, hogy mik azok a szokások, amit te rendszeresen művelsz. Sok van. Például a reggeli étkezésed is egy szokás, nem? Mondjuk a reggeli arcmosásod is egy szokás, nem? Például a reggel, avval kezded a napot, addig nem mész el dolgozni, míg nem végzed el a dolgodat a WC-ben, az is egy szokás. Érted? Mind szokás, rengeteg szokásod van. Oké? Vannak olyan szokásod, amit naponta művelsz, vannak olyan szokások, amit naponta többször művelsz, nem? Vannak olyan szokások, amit ritkábban művelsz, nem naponta. És akkor meg kellene nézni, hogy melyik az a szokás, ami gátolja a haladásomat, a fejlődésemet. Vagy rosszul látom? És azokat ki kéne iktatni, de egyedül nem fogod tudni, előre mondom. Ha nem kapsz benne segítséget, úgyse fogod tudni megoldani. És tudod, miért jó a PPH? Azért, mert itt kapsz segítséget. Mindenkinek van vezetője. Mindenkinek van kihez fordulnia. Mindenkinek. És ezt máshol te nem fogod megkapni. Ha most gondold végig, mit tudom én, mondjuk, ha te vagy egy olyan Supermannek képzelő ember, aki azt annak képzeli magát Supermannek, és azt mondod, ott nekem van egy frankó mesterem. És akkor megkérdezném tőle, hogy hány ember tanít? Oké? Hány embernek a mester? Csak azt mondanád, hogy csak az enyém. Tudod mi? Abba törült ki a hátsódat avval a mesterrel. Ha neki csak egy diákja van. Érted? Erről csak ennyit szeretnék mondani. Mert annál jobb egy mester, minél több tanítványa volt, van. Világos ez? Oké. És akkor úgy kutakodja a világban, hogy a mestereknek hány tanítványuk van most a jelenben. És akkor lehet, hogy lassan rájössz arra, hogy egy bizonyos Szedlacsik Miklós nevezetűnek vannak legtöbb közvetlen tanítványa. Érted? És akkor úgy el kellene gondolkodni, hogy te milyen büszke vagy a tanítványaidra, érted? Vagy arra, hogy neked van mestered. Ezért gondolkodni kellene. Jó, úgyhogy mondom, gondold végig, mondjuk a második hónap tandíja, ugye az 12.500 forint. Azt visszaosztjuk, az 420 forint óránként. Mit kapsz ma 420 forintért óránként? Hát már egy kiló kenyeret se kapsz. Érted? 420 forintért. Már annyit se kapsz. Miklós, fél kilót se kapsz. Így van, már egy fél kilót se kapsz, bocsánat. Igen, azt akartam mondani, köszönöm. Fél kilót se kapsz, nem egy kilót. Fél kiló kenyeret se kapsz.
Tehát ha azt látod, hogy hú, milyen nagyképű ez a Szedlacsik, azt láttad ma. Meg hogy beszél? Akkor nézd meg a második részt, hogy a Szedlacsik milyen nagyképű, és hogy beszél, jó? Mert ugyanis másként beszélek az első részben, és teljesen másként a második részben. Tudod miért? Mert ott már értelmes emberekkel kell beszélnem. Itt meg nagyon sok hülye hallgat. Oké? Okay. És ez van, sajnos. Ez van. És értelmes emberekkel az ember másként beszél, érted? Mint hülyékkel. De ha te úgy látod, hogy te nem a hülye kategória vagy, akkor a nem inged, ne vegyed magadra. Így van. De ha inged, akkor nem kellene fejlődnöd, hogy te is ne a hülye kategóriába tartozz. Hm? Oké. Okay. Úgyhogy én azt szeretném, tehát azért is csinálom ezt, mert én azt látom, amikor olyan nagyon szépen beszélek az emberek az első részben is, hogy nem történik semmi. Mert az emberek szeme nem nyílik ki. Érted? Nem hozok ki belőlük érzelmet. Érted? És sajnos ma egy olyan világban élünk, ahol nem az ész dominál, hanem az érzelem. És a hülye az én számomra csak annyi, hogy buta, tudatlan. Érted? De ha megnézed, az értelmező kézi szótárban az ezt is jelenti. Érted? Szó szerint ezt jelenti. Nézz utána. Tehát ez nem bántásként mondtam neked. Csak azt mondtam volna, hogy buta, meg tudatlan, sőt, csak annyit, hogy tudatlan, mert a buta is értő a mai világban. Érted? Az is értő. Azt mondtam volna, hogy csak tudatlan, akkor simán elsik lesz fölötte. De amikor azt mondom, hogy ennél drasztikusabban fejezem ki magam, akkor abban érzelmet hozok ki belőled. Okay. És hát, ha ez az érzelem, ez arra indít téged, hogy gyerek közénk és tanulj köztünk, hogy ne kelljen többet neked ilyet mondanom. És ne kelljen ezt magadra venni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, 30 perc szünet. Sziasztok!